Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a János apostol első levele, 5. rész, 12. verséből szól hozzánk Isten igéje. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Egyszer láttam egy rajzot, ez volt a címe, lehetetlen magatartás. A rajzon egy ember volt egy kerítésen, és az volt egyik oldalra írva, hogy Istennel, a másikra pedig Isten nélkül. De a kerítésen ülő embernek nem ért le a lába sem itt, sem ott. Sok ember próbál lavírozni a kettő között döntés képtelenségében. Mai igénk a döntésben segít, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Két lehetőség közül választhatunk, az egyik, enyém Jézus, behívtam a szívembe, az életembe, átadom neki a szívemet, és enyém az élet vele együtt, vagy nincs bennem még az élet, Isten fia nem él még bennem hitáltal, ezért nincs bennem az élet. Néhány hónapja odaadtam az autómat az autószerelőmnek a javításra, vizsgáztatásra. Amikor elkészült, ideadta az autómat a számlát is. Amin minden tételesen fel volt tüntetve, ezzel kezdődött, hogy állapotfelmérés. Nem lehet hozzákezdeni a munkához addig, míg nem tudjuk az autó állapotát. Isten is így kezdi a munkáját bennünk, rajtunk, szeretné felmérni az állapotunkat. Honnan jövünk? Hová megyünk? Hol tartunk? Hogy állunk Istennel, Jézussal, megtéréssel, örök élettel? Egy nagy állapot felmérést végez ma Isten igéje, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. A diagnózis felállítása kettőt jelent, először meglátni, hogy ki vagyok és hol vagyok, másodszor hová szeretnék eljutni. Ha valaki meglátta a diagnózisban, hogy enyém az Úr Jézus, enyém az élet, ennek örüljön, erősödjön meg benne, adja tovább, de ha valaki azt látta meg a diagnózison, hogy nem enyém még Jézus, nem enyém az élet, akkor kérje őszintén az énekíró imádságával, ó jöjj szívembe, áldott Jézus, így száll imám most feléd, a lelkem oly csüggett és fáradt, jöjj szívembe, jöjj ma még. Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Amen.